Sziasztok! Itt vagyok nektek egy újabb beauty témájú videóval, méghozzá, aki követ az Instagramom, az már lehet, hogy sejti, hogy ez melyik videó lesz. Ja, vagy a címből már tudjátok, de mindegy. Szóval, hogy az Essence-nek ezt a Little Beauty Angels kis mini szivacsait fogjuk tesztelni, amit én már megvettem egy pár hete, és ki sem bontottam, mert hogy megvártalak titeket, nem tudtam leülni ezt a videót felvenni eddig, úgyhogy nem bontottam addig, hanem megvártalak titeket, és teljesen első benyomás lesz. Fogalmam sincs, nem láttam se videót róla, se semmit, nem is hallottam róla. Én amikor megláttam a DM-ben, akkor rögtön megvettem, mert nagyon megtetszett, és imádom a smink szivacsokat, úgyhogy ki fogjuk most próbálni együtt teljesen. Amit ír róla egyébként a hátoldalán az ennyi, hogy mini smink szivacs, segítségével a krémes textúrájú kontúrozó és highlighter termékek könnyedén felvihetőek, mosható, így többször használható. Tehát ugye, mint mindegyik smink szivacs, és akkor én ezt most ki is bontom, ha tudom. Na hát sikerült levenni a ragacsot a hátoldaláról, ja, és elnézést, hogy a körmöm ilyen, de ma fogom megcsinálni, úgyhogy borzasztó tudom, de már elkezdtem le, vagyis letört az egyik, és na, a lényeg, hogy ma meg lesz csinálva, és nézzétek el most, hogy a körmöm nem szép, de most ez a szivacsról szól ez a videó, így található a tasakban, vagy a dobozban, egy ilyen kis műanyag tartóban. És itt a három kis szivacs. Júj! Elsőre, hát nem is tudom, nem tűnik rossznak. Jaj, annyira aranyos, hát nézzétek már meg. És egyébként én azt gondolom, hogy a színeknek annyira nincs jelentősége, tehát igen, tehát nem más a textúrája, vagy az érzete a szivacsnak attól, hogy más a színe, hanem ha jól láttam, van az Essence-nek egy ilyen kis kör alakú krém korrektor palettája is, ami ugyanígy rózsaszín, lila és zöld színekből áll, és nyilván ahhoz készültek a szivacsok, hogy a megfelelő színnel használjuk a megfelelő szivacsot, de egyébként teljesen ugyanolyan mindegyik szivacs, úgyhogy így néznének ki nagyon-nagyon aranyosak, és majd fogok szerintem mutatni nektek egy kis közelít is róla. Úgyhogy én most csak az egyiket fogom használni, melyiket használjam, mondjuk ezt a kis rózsaszínt választom, és el fogok menni benedvesíteni, és megnézzük, hogy mennyivel lesz puhább, növekszik-e a mérete, vagy történik-e bármi változás. Na, itt is vagyok. Annyi történt, hogy a rózsaszín szivacsot megnedvesítettem, illetve kimostam egy szivacsmosó samponnal, ami fertőtlenít is. És hát kicsit eddig csalódás, mert hogy ugyanolyan maradt a méretem, most mutatom a zöldet mellé, ami ugye teljesen száraz a dobozból van kivéve, teljesen ugyanaz maradt a mérete, és hát puhább sem lett. Teljesen egyforma egyébként szinte teljesen egyforma megnedvesítve meg szárazon, talán azért nedvesebben egy picit duzzadtabb és egy nagyon picit puhább érzetű, de ahogy láthatjátok, nem számottevő. Úgyhogy ebből kifolyólag szerintem úgy fogjuk letesztelni, hogy az egyik oldalon a megnedvesítettel fogom a korrektort eldolgozni, a másik oldalon pedig a száraz szivacssal fogom eldolgozni a korrektort. Mert szerintem ezek a mini beauty blenderek arra a legjobbak, hogy itt a szem alatt nagyon könnyen el tudjuk dolgozni a korrektort, ugye mivel pici és nagyon hegyes, csúcsos a vége, ezért nagyon-nagyon jól ide tudunk férni vele akár a legbelső pici szemzughoz is, tehát én elsősorban erre használnám, de az Essence ugye, ahogy kijött vele így a színekkel is, ő egy ilyen színkorrekciós kis szivacsnak szánja, ugye a palettájához, de én most nem arra fogom tesztelni, illetve nagyjából mindegy is, az a lényeg, hogy egy krém kontúrozó, vagy krém
a korrektor terméket hogyan tud eldolgozni. Én itt a szem alatti területre fogom használni csak ezeket a szivacsokat úgyis, és így fogjuk most letesztelni, hiszen ha itt jól működik, akkor valószínű máshol is jól fog működni. Annyit tettem, hogy az arcom meg van tisztítva, hogy a reggeli arcápolási rutin megcsináltam, és utána felvittem egy réteg alapozót, semmi más nincs rajtam, semmilyen porállagú termék, ugye mindig krémet krémre visszünk föl, és utána a portermékeket, úgyhogy így fogom letesztelni a szivacsokat is természetesen. És korrektornak pedig hozzá most a Maybelline-nek a Fit Me korrektorát választottam, mert hogy ez az a korrektor, amit én egyébként is elég sokszor használok a hétköznapokon is, vagy akár alkalomra is, és tudom, hogy egy jó korrektor jól működik, és tudom azt, hogy más szivacssal teljesen jól el tudom dolgozni itt a szem alatti területen, úgyhogy ez nem lesz nagyon befolyásoló tényező, tényleg ez egy jól bevált korrektor már. És akkor most felteszek egy hajpántot, hogy ti is jobban lássatok, meg én is, itt ne zavarjon a haj minket, és akkor kezdjük is a tesztelést. Szóval fogom a korrektoromat, és ugyanúgy, ahogy minden alkalommal sminkelésnél felviszek egy adagot a szem alatti területre, illetve így egy picit leszoktam vinni, hogy ugye highlightot is adjunk. És akkor először a jobb oldalon fogom használni a megnedvesített, a rózsaszín kis szivacsot. És eddig azt kell, hogy mondjam, hogy elég jól működik. Az mindenképp nagyon-nagyon jó, hogy ilyen pici és teljesen hegyes, csúcsos a vége, mert hogy tényleg teljesen ide beillik a belső szemzugba, ami ugye nagyobb arcra való sminkszivacsoknál egy kicsit nehézkesebb. És azt leszámít, hogy egy kicsit kemény, és nekem picit fura, hogy ilyen kicsike is, csak két ujjal lehet éppen megfogni. Egyébként magát a korrektort teljesen szépen eldolgozta, ahogy láthatjátok is. Igazából jónak érzem, tehát abszolút használható, egy picit tényleg kemény, illetve furcsa nekem, hogy ilyen pici, soha nem használtam még ilyen picit, viszont ez a legnagyobb előnye, hogy ide a belső szemzughoz teljesen be lehet vele férni. Úgyhogy eddig nem teljesít rosszul, és akkor most nézzük meg a bal oldalon pedig száraz állapotában a szivacsot. Ugyanígy felviszek egy kis korrektort. És akkor nézzük, hogy így van-e különbség. Oh, hát mindenképp, igen, elég furcsa így szárazon. Úgyhogy én már most azt mondom, hogy azért sokkal jobb megnedvesítve, és ugye én mindig így szoktam használni minden smink szivacsot megnedvesítve. Sokkal rugalmasabb, puhább és szebb a végeredmény, de így is el lehet dolgozni. Tehát, hogyha nem tudom, nagyon sietünk, vagy lusták vagyunk elmenni megnedvesíteni, igazából akkor is működőképes, és talán itt egy hajszállal ugye erősebb lett a fedés, de ez mondjuk mindig így van, tehát a megnedvesített szivacsal mindig egy kicsit kevésbé erőteljes fedést tudunk elérni, illetve jobban fel kell építeni az alapozót vagy a korrektort, ha teljesen teljes fedést akarunk elérni. De nem számottevő a különbség, szerintem ezt azért ti is láthatjátok. Itt is azt tudom mondani, hogy nagyon jó, hogy tényleg teljesen ide a belső szemzugba könnyen, egyszerűen, kényelmesen be lehet vele férni. Igazából teszi a dolgát, eldolgozta szépen a korrektort, tehát nem látok semmi olyan különlegeset, mint egyébként, amikor ugye én normál esetben a Fabulous Face sminkszivacsomat használom erre. Ahogy láthatjátok, azért ennek jóval hegyesebb, pontosabb a vége a picinek, úgyhogy tényleg ezért sokkal könnyebb ide beférni, de azért ezzel is meg lehet oldani, illetve hát azért puhább, illetve látjátok is szerintem, ha összenyomom, hogy
olyan lágyabb, rugalmasabb, ő pedig kicsit keményebb, tehát hogy, és nem is ugye nem is duzzadt meg a kétszeres méretére, mint egyébként a normál sminkszivacsok, amit megszoktak. Viszont ettől függetlenül szerintem jó, és nekem tetszik. Tetszik, és szerintem fogom még használni ide a szem alatti területre. Van három is, úgyhogy árban pedig nagyon-nagyon jó volt, nem emlékszem a pontos árára, de megpróbálom megkeresni a neten, ha fönn van a pontos ára, és akkor beteszem ide nektek, illetve le az infoboxba is. De ilyen 1000-1100 forint körül volt talán a három darab kis mini sminkszivacs, szerintem ebben az árban teljesen jó. És ahogy láthatjátok, szépen eldolgozta a korrektort, úgyhogy teljesen használható kis termékek. Mondjuk nem tudom, majd ezt még meg kell figyelnem, hogy a hétköznapokban fogok-e cserélgetni, ha már ez a kezemben van, és gyorsan eldolgozom vele, hogy átváltok-e majd erre inkább, de tényleg ezt nagyon-nagyon tetszik benne, hogy ilyen pici, és itt be lehet jól beleférni minden pici, apró helyre, vagy akár teljesen jól le lehet vele alapozni az egész szemhéjat, hogyha valamilyen alkalmi szemsminket akarunk készíteni. Úgyhogy igazából tetszik. Mindent összevetve meg vagyok velük elégedve, ajánlom is szívesen, árérték arányban nagyon jók, tehát érdemes ezért az 1100 forintos árért, ha jól emlékszem, kipróbálni. Igazából teszi a dolgát, tehát a korrektor teljesen szépen el tudtam vele dolgozni, és ahogy mondtam, ha itt a szem alatti területen jól működik, akkor nyilván bárhol máshol az arcon is jól tud működni. Ha osztályoznom kellene, akkor 5-ből egy ilyen pont így 4-es, 5-ös között adnék. Az egy pici csalódás volt, hogy nem duzzadt meg a víz hatására, és nem lett jóval puhább, viszont ettől függetlenül szépen lehetett vele dolgozni, úgyhogy egy ilyen 5 alát adnék neki. Sőt, hogyha azért az árat is figyelembe vesszük, hogy nem túl drága, legyen csak sima 5 alá. Úgyhogy összességében pozitív az első benyomásom róla, vagy róluk. Aki megpróbálta szintén ezt a kis mini sminkszivacsot, az írja meg a kommentbe, hogy mi az ő tapasztalata. És ezzel akkor szerintem a videó végére is értünk. Én most befejezem a sminkemet, utána folytatom nektek, épp egy vlog videó is készül nektek. Ha bármi kérdésetek van még a termékkel kapcsolatban, akkor kommentben elértek, tegyétek fel ott nyugodtan, és igyekszem minél hamarabb válaszolni rá. Ha pedig tetszett a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni és feliratkozni a csatornámra, hogyha nem vagy még feliratkozva, és a kis csengő ikonra kattintani, hogy időben értesülj mindig az új videókról, illetve mindenképp kövessetek az Instagramon, hiszen ott mostanában napi rendszerességgel szoktam képeket megosztani, és ahogy mondtam már, erről a kis sminkszivacsról is, illetve sminkszivacsokról is volt kép fent, úgyhogy kövessetek az Instagramon is. És akkor el is köszönöm most már, legyen szép napotok, találkozunk hamarosan a következő videóban. Sziasztok!